A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia két szekciójának adott otthont a Nyíregyházi Egyetem tavaly áprilisban. Ez hazánk legnagyobb tudományos rendezvénye, amelyet 1951-ben rendeztek meg először. Rangját az is mutatja, hogy csak két évente szervezik meg. A járványhelyzet miatt a verseny történetében először fordult elő, hogy online formában zajlott a megmérettetés. A pedagógiai, pszichológiai, andragógiai, könyvtártudományi szekció mellett a tanulás és tanítás módszertani tudástechnológiai szekciónak is a Nyíregyházi Kampusz volt a házigazdája. Ez egy nagyon komoly presztízst jelent valamennyi egyetem számára, valamennyi felsőoktatási intézmény számára, aki megkapja ennek a rendezésnek a jogát. Másrészt ugye a tudományos utánpótlásnak a biztosításában is ez egy nagyon fontos mozzanat, illetve hát az online tér lehetővé tette azt, hogy azért a városról és az egyetemről egy szélesebb érdeklődő közönség is képet kaphatott. A másik pedig az, hogy hogyan tudnak a hallgatók találkozni a szakterületüknek a kiemelkedő képviselőivel, és ugye ezt a célt szolgálta ugye az, hogy tudományos előadásokat szerveztünk. A Nyíregyházi Egyetemen 10 diákkör működik. Évente több mint 100 tudományos kutatómunkát végző hallgató vesz részt versenyeken. A legrangosabb köztük az OTDK, melyre tavaly 8 szekcióban 47 diák nevezett az intézményből. Két harmadik helyezés, egy második helyezés és számos külön díjat hoztak el a diákjaink. A sporttudományi szekcióban, hogy csak néhányat említsek a teljesség igénye nélkül, gazdaságtudományi szekcióban, aztán a mérnököknél, ugye az agrártudományi szekcióban, műszaki szekcióban, a tanítás-tanulás szekcióban, a pedagógia-pszichológia szekcióban, és még sorolhatnánk több szekcióban is, szinte majdnem mindegyikben, ugye az orvos és a szekción kívül, illetve a jogi szekción kívül, majdnem mindegyikben, hiszen ilyen szakot ugye mi nem oktattunk az egyetemünkön, mindenhol szépen képviselték az egyetemünket a diákok. A tanulás és tanítás módszertani tudástechnológiai szekció egyik díjazottja a tanító szakos Vizer András, aki általános iskolai oktatásban kutatja a játékosítás lehetőségeit. A dolgozatom témája a játékosítás, alsó tagozaton a Minecraft Education Edition-nel volt. Ez a téma szorosan fűződik hozzám, ugyanis kiskorom óta sokat játszottam a Minecraft-tal, így saját tapasztalatokkal rendelkeztem ebbe a témába, hogy mennyire le tudja kötni a gyerekek figyelmét, illetve számos lehetőség rejlik ebbe a játékba. Ezért is gondoltam úgy, hogy mint figyelemfelkeltő eszköz, fontos az oktatásban felhasználható. A Nyíregyházán megrendezett pedagógiai, pszichológiai, andragógiai, könyvtártudományi szekcióban összesen 236 pályamunka érkezett, míg a tanulás és tanítás módszertani tudástechnológiai szekcióban 155 dolgozatot adtak be a hallgatók. A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencián tavaly csaknem 4500 pályamunkát mutattak be a résztvevők.